Több mint 400 fiatal kardvívó részvételével rendezték meg Budapesten az UTE vívótermében a Reménység körverseny soros viadalát. Az NVSC 10 sportoló képviselte a gyermek, újonc és serdülő korosztályban. Közülük 7-en bejutottak a 8-as döntőbe, 2-en pedig a dobogóra is felállhattak. A kard szakág még csak 4 éves múltra tekint vissza az NVSC-nél, ahol 20-an vívnak versenyszerűen, míg az 5-ös gyakorlóban és a Szent Imre általános iskolában szakkör keretében ismerkedhetnek meg a sportág alapjaival a gyerekek. Nehéz volt a kezdés, meg jelen pillanatban is azzal nehézséggel küzdünk, hogy mivel a nulláról kezdtük, ugye nekünk nincsenek idősebb versenyzők, nincsenek példaképek, igazából nincsen múltja ennek a dolognak. Ezért amit így megtanulnak a gyerekek, azt csinálják, de rendkívül szorgalmasak, nagyon tehetségesek, nagyon ügyesek, és ugye már az országnak megmutatták, hogy a nyíregyházi kardozók bizony nagyon komoly ellenfelek. Nyíri Villő a gyermekkorcsoportban végzett a második helyen Budapesten. Az apáca is diák sikeréért osztálytársai is szurkolnak a versenyeken. Először furcsálták, mert ugye hát nem olyan hétköznapi sport, de hát örülnek neki, hogy ilyen sikeres vagyok benne. Milyen sikerekre vagy a legbüszkébb? Hát például a most hétvégi második helyem, az ezüstérem, de voltam már első vidékbajnokságon, és igazából ez a kettő, amivel büszke vagyok nagyon. Az újoncok között az UTE vívótermében harmadik helyen végző Együd Eszter már nem először állhatott fel a dobogóra. 4 éve vívok, és 3 éve versenyző. És az első az a Budapest bajnokság második helyezett volt, és utána a Diák Olimpia első helyezett, és most a második helyezett, meg a harmadik helyezett. Az NVSC kardvívói legközelebb december 2. hétvégén lépnek pásra versenyen, akkor ismét Budapesten, de a Vasas vívótermében rendezik meg a Reménység körverseny évzáró tornáját.